Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, ahogy már a híradónkban beszámoltunk róla, illetve a Fehérvár magazinban is olvashatták, átadták államalapító Szent István királyunkról elnevezett Szent István emlékérmet és díjat. Az ünnepségen az elismerést Görög István nyugalmazott ezredes, a Honvédség és Társadalombaráti Kör egyik alapítója, Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhely ügyvezető igazgatója vehette át Spány Antaltól, a kuratórium elnökétől, aki egyébként köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a díj a hit, az erkölcs, az emberség és az alázat elismerése, aminek a mindennapok adnak megerősítést, és amelyhez magas szintű szakmai munka társul. Ezzel a gondolatsorral természetesen egyetértünk mi is, vendégem pedig Görög István, és ezúton is gratulálok. Köszönöm szépen. Nos, hát a pályafutásodról fogunk beszélgetni. Előtte azonban, kedves nézőink, hadd olvassam fel egy gondolatot. A díjat alapító részéről fontos szándék volt, hogy a díjazott olyan polgár, közösség legyen, aki hivatását a Szent István értékek mentén végzi, hosszú távú eredményeket képes felmutatni. Olyan megbecsült személy, aki hazánk egész közösségének példát tud mutatni, írja a diplomában Spány Antal püspök atya, a kuratórium elnöke. És azt hiszem, hogy ezzel a gondolatsorral, minden egyes szavával egyetérthetünk, mert hogy még egyszer akkor gratulálunk minden Székesfehérvár és mindenki nevében. És hogy bonyolítsam tovább, hadd idézzek abból a beszédből, amelyet te magad mondtál. Katona vagyok holtomig, és én ezt valóban így is érzem, sok tekintetben nehéz ember vagyok. Igen, nehéz ember vagyok, de úgy érzem, hogy a feladatok elvégzésén nem spórolhatok. A munkát pedig, ahogy egyszer élt apósom mondta, nem dicsérni, hanem végezni kell. Ennek megfelelően mindenkitől, magamtól és környezetemtől is megköveteltem ezt. Közös erővel végeztük el, amit közösen el kellett végezni. Én azt hiszem, hogy egy olyan példaértékű életút áll mögötted, amelyről mindenképpen röviden, de beszélnünk kell, hiszen először is akkor talán a katonai pályafutásodról, hiszen a burtelepi srácot a máig elkísérte az az indítatás. Valóban, burtelepi srác vagyok, 1957-től itt éltünk Székesfehérváron, az Zrínyi utcában. Van egy ma is ott lévő elhagyott telefonközpont, annak a szolgálati lakásába növekedtem fel. Aztán a Béketéri Általános Iskola, majd a Vasvári Pál Gimnázium és Szakközépiskola következett, és hát jelentős állomás volt az a pont, amikor idehelyezték az 5. hadsereget Székesfehérvárra, parancsnokságot, és vele együtt megjelentek azok a itt szolgáló tisztek, a tiszteknek a gyermekei, akikkel hát én is közösen játszhattam. Hát ezek közül az egyik az ténylegesen pattársam volt, barátom volt, néha itt Ceglédi Kálmán, aki sajnos már nincs az élők sorában, és azt hiszem az ő édesapja volt az első, akivel úgy találkoztam, hogy jó volt, vagy jó emlékekkel van gyerekkoromból is a Kálmán bácsi. Egy nagyon érdekes gondolatot olvastam, Sobor Antal és Román tanár úr, akik azt mondták, hogy a Vasvári Gimnáziumba jártál, hogy vagy pap legyél, vagy katona. Hát ez így van. Ez bejött. Hát valószínű, hogy azért sok mindent ők éreztek ebből a dologból. Én elsősorban technikai érdeklődésű személy voltam már, korakora gyerekkoromtól még a sámlikat meg a székeket összedrótoztam, és valamit mindig építettem. Aztán általános iskolában már az MHS-ben rádió iránymérő voltam, aztán ilyen megfigyelővevőn volt, és mindig a morzével a világot figyeltem. Így is kerültem villanyszerelő szakmát tanulni a Vasvári Pál Gimnáziumi Szakközépiskolában, ahol másodiktól a magyar tanárunk
lehet Sobor Antal. És valahogy ő varázsolt el minket. Ő nagyon óvatosan és nagyon ügyesen közelített a máskülönben nagyon szakbarbár társasághoz. Nem voltunk egy nagy olvasók, meg nem voltunk egy nagyon nagy magyar szakértő. Nyelvünk pedig, vagy ha úgy tetszik, hogy a nyelvtanunk meg egyszerűen borzalmas volt, de a legfontosabb az volt, hogy megnyitotta az érdeklődésünket. És hát ezt fokozta még negyedikben Román Károly tanár úr, aki már osztályt is tanított, mármint a akkori negyedik Elper A osztálynak is tanára volt. És hát ez a mondat onnan ered, hogy ugye a negyedik év közepén már nagy kérdés, hogy merre tovább. És akkor én is tanakodtam, hogy mit is kéne csinálni. Vonzott a most így mondom, a szakma. Szerettem volna gyakorlatot is, tehát hogyha úgy tetszik, villanyszerelni is, de ugyanakkor a tanáraim kapacitáltak, hogy azért tovább is érdemes volna tanulni. És hát mondom, hogy mit csináljak, tanár úr? Hát mit lát maga bennem? És arra mondtak a maga görög, katona, vagy pap legyen, és hát ezt meg is indokolt. Így is történt, de ötvözted a iradás technikai iránti érdeklődésedet és azt a felhalmozott tudást a katonasággal. Tehát ez így akkor bejött a két áldott emlékű tanárunknak. Ez így van, áldott emlékű tanárunkról. Mindig jó. Főiskolai évekről kérdeznélek, hiszen az nagyban meghatározza a következő évtizedeket mindenféle értelemben. Tehát azoknak a szakmai munkának kiváló tanuló voltál, az egyértelmű. És hát egy vézna gyerek voltam, ugyanakkor a Tordai tanár úr, aki még szintén a Vasváriba megtanított bennünket futni. Ez egy nagyon fontos, főleg a lövész szakmában, ahol én voltam. Tehát nagyon kellett hozzá egy testi erő. Én egy vézna gyerek voltam, ennek megfelelően ugyan szívós voltam, de alacsony, és hogyha úgy tetszik, sehogy se illettem bele ebbe a szép szál lövész szakaszomba. De hát ettől függetlenül én elvégeztem, és ténylegesen jó eredménnyel, kiváló eredménnyel teljesíthettem. Ennek lett az eredménye az, hogy választhattam helyőrséget, így kerültem Nagykanizsára, ahol akkoriban ténylegesen a lövész szakma vezetői, vagy későbbi vezetői is ott szolgálta. Ez nagyon jó iskola volt, nagyon nagy tudású személyek voltak, akiket akkor az ember nem tudott pontosan megítélni, hogy ők hol vannak a tudományok területén, de azt kellett mondani, hogy mindenben megállták a helyüket, és ténylegesen olyan követelménytámasztás volt, olyan emberséges követelménytámasztás volt, aminek magát a módszerét folyamatosan én továbbvittem, és hát a szakmát is azt hiszem, hogy ott lehetett megtanulni. Ugye Nagykanizsa után jött Zalaegerszeg, majd Székesfehérvár, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Morosz tábornok úr legfiatalabb fia, osztálytársam volt a Telekiben, és gyakorta találkoztam vele, és ő valóban egy olyan ember volt, aki nagyszerű gondolatokat társított a katonai mi voltához. Ugye, ahogy azt mondta, hogy minden idők legfiatalabb katonája volt, ez egy érdekes történet. Hát az egyik legfiatalabb törzstisztjeként én akkor kerültem be, és hát ő ezt viccesen mondta, de egy állománygyűlésen, tehát nagy nyilvánosság előtt mondta, hogy hova hígul már ez a fehérvári törzs, hogyha ilyen fiatal embereket is ide vesznek. Én úgy érzem, hogy ez megtiszteltetés volt, és én is ismertem az egyik fiát valóban, de nem azért kerültem ide. És összességében azt hiszem, hogy fontos feladatokat láttunk el, nagyon fontos tapasztalatokat szerezhettünk, hiszen azért, ha tetszik, hanem csak kis tagból volt 53 ezer, aki Fehérvárhoz volt alárendeltségében. Tehát ez sokat jelent. Miben formált a sereg? Hiszen gondolkodásba leginkább azt, hogy egy nagyon sok irányba kell gondolkodni akkor is, hogy azt hiszi az ember, hogy csak egy dologra fókuszál. Arra fókuszálunk, de minden környezeti kérdéset ugyanúgy ahhoz, ami
ez csak később jött rá az ember, hogy ténylegesen mindenre minden hat. De az, hogy nagyon körültekintően kell eljárni, és egy-egy gondolatnak a megfogalmazásánál is tenni, ezt biztos ott tanultuk meg. A második, amit ott, hogy azonnal látni kellett, hogy mindezt hogy lehet gyakorlatba átvinni. Tehát annak a fontos lépéseit is már az ember tudta. És csak akkor tudott ténylegesen megfelelni, hogyha végre is tudta hajtani. Ugye folyamatosan lépdeltél a ranglétán. Mikor gondoltál arra először, hogy a Nemzetvédelmi Egyetem doktori iskoláját megcélozd? Hiszen ez egy nagyon-nagyon komoly lépcső. Ez így van. A vezérkari tanfolyamot pont 20 évvel ezelőtt végeztem, és akkor a Szenes Zoltán tábornok úr akkor javasolta azt, hogy én ezt fejezzem be, csináljam meg. És ő, neki nagyon nagy szerepe volt abban, hogy ő ezt támogatta is. És ezért volt lehetőségem ezt egyszer a doktori iskolát elvégezni, később pedig megvédeni a disszertációmat. Miről szólt a disszertációt? Hiszen ez egy nagyon komoly lépcső. Én alapvetően azt kaptam, hogy a szerződéses állományt vizsgáljam. Ez volt pont 20 évvel ezelőtti nagy feladat. Akkor még sorkatonai szolgálat volt Magyarországon, de már bevezetésre került a szerződéses legénységi állomány, és azt szerettük volna, hogyha ténylegesen azokat a főkezelői helyeken fontosabb sorkatonai beosztások kiváltására igenis olyan személyek kerüljenek, akiket fel lehet mélyebben készíteni erre. Hát csak párhuzamban azért jelzem, hogy akkor már 8 hónap volt a sorkatonai szolgálat, aztán ez még csökkent, és az idő viszonylag kevés ahhoz, hogy felelősebb beosztásokra fel lehessen készíteni embereket. Ja, akkor jöttünk rá, hogy ez a munkavállalói szemlélet azért ez egy egész érdekes másságot hoz a hadseregbe. A hadsereg hosszú-hosszú évtizedekig hivatásként gyakorolta a tiszti állomány a szakmát. Ennek megfelelően ott, ha úgy tetszik, másodlagos volt a munkaidő, és sok minden más olyan, ami, hogyha úgy tetszik, a civil életben elsődleges. Én azt gondolom, hogy én még emlékszem rá, rangot jelentett nem a csillagok, hanem önmaga az egyenruha. Változik a világ. Én azt látom, hogy talán megy vissza majd, most ismételten becsülete lesz a hivatásnak. Azért sok olyan hivatásrendű szakma van, hogyha úgy tetszik, mert ezt most szakmaként kezelik, amik nem tudnak meglenni hivatásrendiség nélkül. Tehát ide tartoznak a katonák, orvosok, rendőrök, sok minden. Tehát az, ami az államnak most így mondom a gerincét képezi, ezek nagyon fontos az, hogy miket tartunk fontosnak és elsődlegesnek. Igenis, ez egy nagyon nagy különbség. Ezt nagyon lehet, most így mondom, hogy csak zongorázni lehet a különbséget. És ahány hang van, ezeknek mind önálló szerepe van. És az, hogy az kialakuljon most így mondom, egy ilyen hivatásosba, ahhoz bizony nagyon sok évnek kell eltelnie, és egy olyan szubkultúrába kell lenni ennek, aminek minden része ugyanezt sugározza. Akkor van egy lelki egyensúly, és akkor ez az egész nem egy ilyen feszélyező valami, hogy mi a furcsák vagyunk, hogy miért nem megyünk haza 8 óra után, miért megyünk mi hétvégén be tevékenykedni. Engem még ebben neveltek, ezért nem volt fontos nekem azt, hogy ugyan még civil életben viszonylag kis területen mozogtunk, vagy szűk területen, hiszen csak a család környékén tapasztalta az ember azt, hogy mi a civil világ, de a civil szervezetek megépítése során is ennek azért nagy hasznát vettük, hogy nem azt mértük, hogy ez mibe kerül. Nos, innét folytatjuk, hiszen van két nagyon fontos témánk a következőkben, a Honvédség és Társadalombaráti Kör és a KEMP, de előtte hallgassuk meg tegnapi rövid beszélgetést Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel. Miként vélekedik ő erről a két témakörről? Tisztelő minden
katona, volt katona számára, hogy egy katona érdemelte ki ezt az elismerést, ezt a díjat, és valóban Görög Istvánról el tudjuk mondani azt, hogy 1978-ban avatták tiszté, amikor a Kossuth téren ő esküdtett arra, hogy Magyarországot, ezt az országot, ezt a hazát minden körülmények között szolgálni fogja. Görög ezredesor az elsők között volt, aki felismerte azt, hogy mennyire fontos a honvédség és a társadalom közötti kapcsolat. A Gyurica Béla tábornokorral kezdték el ezt a munkát, és megalkották itt Székesfehérváron a honvédség és társadalom baráti kört. Nevében is benne van azt a szervezetet, ami napjainkban is kiválóan működik, és biztosítja azt, hogy a honvédség elismertsége, megismerhetősége a polgári lakosság körében elsők között legyen. És a másik dolog, amit pedig említett, ez a katonai emlékpark Pákhoz, az enyészettől mentették meg, és tulajdonképpen az ő hathatós odaadó munkájának eredményeként alakult ki mindaz az emlékhely, amelynek most tanúi lehetünk. Láthatjuk, nyomon követhetjük a magyar katonatörténelem múltját, egészen a magyar honvédség megalakulásától, hiszen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején nevezték el a magyar katonákat a magyar honvédség kötelékének, és ott azért 1848-tól napjainkig minden nagy katonai esemény megörökítésre került. És további tervei, elgondolásai vannak, mert talán ez a másik olyan dolog, ami jellemző rá, hogy örök mozgó, örökké gondolatai, ötletei, javaslatai vannak, de nem csak a javaslatig jut el, hanem annak megvalósításában nagyon aktívan részt vesz. Ez nagyon fontos gondolatsor miniszter úrtól. Belekapaszkodom az egyik gondolatában a honvédség és társadalom, ugye, és Székesfehérvár. Székesfehérvár sok-sok jelzős szerkezettel bír, a királyok városa, tudjuk, de keveset beszélünk arról, hogy katonaváros Székesfehérvár, méghozzá a legnagyobb katonaváros. Tehát alapvetés volt, hogy a honvédség és a társadalom, illetve a civil közösség találkozzék. Ez volt az eredendő gondolat, amikor megszerveztétek a honvédség és társadalom baráti kört? Ahogy fel is hangzott a miniszter úr szájából, Gyurica Béla szerepeit elvitathatatlan. A rendszerváltás követően ugye a székesfehérvári szárazföldi haderőnek volt a vezetője, parancsnoka, és ebben a minőségében sok kapcsolatot ápolt, ha úgy tetszik, illetve sok külföldi katonai szervezettel találkozott. Ez a rendszerváltás utáni útkeresés időszaka, és beszámolt arról, hogy István, micsoda másság az, hogy ott a parancsnoknak tekintélye van a városban. Az, hogy a érdeklődés van a katonasság iránt. És hasonló, tehát olyan elragadtatással beszélt arról, hogy ezt a másságot hogyan tudja ő kifejezni, most így mondom. Hát ez nem volt egy egyszerű dolog egyáltalán megfogalmazni azt, hogy valóban hol is van az a különbség, hiszen mi még nem jártunk arra. Én először külföldön 91-92-ben voltam, mármint hogy nyugaton, de hát azt, hogy ott megértsem, hogy mennyire másabb a gondolkodás, ahhoz azért még fel kellett nőnöm, és kellett egy pár év. De ott a környezetében már feladat volt az, hogy keressük annak a megoldását. És emlékeztető, itt Fehérváron Balsai István polgármesterrel kiváló kapcsolatot építettek, ők közösen is keresték azt, hogy hogyan lehetne ezt közelebb hozni a katonát és a városi polgárt. Talán ennek volt az egyik első ilyen eredménye, hogy itt a Romkert előtt volt egy nagy nyilvános eskü, katonai eskü kint szabadtéren, nem bent kint a városban, nem bent a laktanyában. Milyen nagy másságok voltak ezek? Vagy az, hogy ennek különböző
elemeibe egészen más rendszert, vagy próbáltak bemutatni alaki formai kérdésekben. Na így indult el, és 1994-ben ő nyugállományba vonult, és azt követően megalakították Nemes Kürti Istvánnal a Honvédség és Társadalombaráti Kört. Nemes Kürti István, aki ugye a nemzet tanára volt, ő rendkívül sarkosan fogalmazta meg, hogyha nem sikerül közelebb hozni a társadalmat és a hadsereget, akkor ez az elidegenítési folyamat az egésznek a nemzetünk fejlődésének egy gátjává válhat. Az is igaz, hogy Fehérvár egy nagy katonaváros, de nem a legnagyobb. És azt is el kell mondani, hogy rajta kívül azért nagyon sok nagy katonaváros van, főleg volt abban az időben, ugye a hadsereg átszervezése sokakat érintett. Ezeken a területeken azért tehát az érintkezés mikéntjét kellett valami úton módon kicsit rendezni. És én azt látom, hogy az elmúlt 20 évben nagyon-nagyon sok pozitív példa adódott, és nagyon sok helyen nagyon-nagyon szép eredményeket értek el. Nem akarom kiemelni, de Debrecen városa, Hódmezővásárhely városa, Nyíregyházán, ahol most már évek óta nincsen katonaság, de szépen lassan visszakövetelték maguknak. És hát mondhatnám a többi várost is. Nagyon fontosnak láttuk azt, hogy azokon a településeken, ahol meg fog szűnni a hadsereg, de már akkor tudtuk, hogy átalakulás előtt állnak, fontos, hogy legalább a hagyomány ne szakadjon meg. Tessék csak belegondolni, hogy olyan nagy városokban ma nincs már katonasság, mint Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Marcali, Szombathely. Mondhatom ezek a nagy nyugati országrészben lévő katonavárosokat, amik ugyan a szocializmus idején voltak nagy katonavárosok, de hát azért a történelem során mindenkor nagy katonavárosok voltak, hiszen ezek várak voltak. Tehát ezért is nem alap nélküli ez a tevékenység, és az volt a feladat, hogy hogyan tudjuk ezt, így mondom, módszerében megoldani. Gyurica Béla sajnos korán meghalt, és a 1999-es halálát követően Székesfehérváron elvitathatatlanul fontos szerepet töltött be Varvasoszki Tihamér városi polgármester, aki akkor ténylegesen ennek a szervezetnek az élére állt. És az ő 12 éves tevékenység alatt kapott ez a szervezet rangot. Ugyan ez a rang az ő személyéből adódott, de nagyon-nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy mögötte olyan tartalmat hozzunk fel, ami ténylegesen ezt a rangot megtölti. Ami aztán elkísér a máig is bennünket. És hát ezt követően Cserpalkovics András szintén elvállalta, és a város első polgáraként a Honvédség Társadalombaráti Körnek a vezetője volt. És hát most városunk egyik vezető gazdasági szakembere, dr. Karsai Béla, a baráti kör elnöke, most már 8. éve, aki szintén nagyon fontosnak tartja azt, hogy ezt a tevékenységet végezzük és csináljuk. Tehát ez egy sikersztori mindenféle értelemben, fontos, hogy egymásra talált ez a közösség. Kemp. A Bálkozdi Katonai Emlékhely, a Nemzeti Emlékhely, az Emlékpark nagyon-nagyon fontos számunkra. Jelentős volt az átalakulás itt is, és mára én azt gondolom, hogy az egyik központja nem csak a katonai hagyományok őrzésének, hanem a kulturális életnek is. Ez a kettősség megerősítést jelent, én azt gondolom, hiszen bár akárhányszor járunk ott, mindig sokan vannak, nagyon nívósak a kiállítóhelyek, és a kiállítások nem különben. A Katonai Emlékparkot szintén Gyurica Béla hozta létre. Ő adott, hogy tetszik, irányt. Sajnos nem élhette meg azt, hogy ez kialakulhasson. Akkor, amikor ő felhívta a figyelmet arra, hogy
ugye olyan méltatlanul elhagyatott állapotban van, ami ténylegesen az utolsó napjait élte a park, hiszen az is szóba került, hogy talán ezt meg kéne semmisíteni és visszaadni a természetnek a területet, de ő nem hagyta, hiszen ezen a területen nem csak egy obeliszk állt, hanem egykor itt katonák haltak meg. Egykor itt katonák a magyar szabadságért harcoltak, tehát ennek a szellemiségét azt nem hagyta veszni. És ezért volt a 150-es évforduló, ahol ennek hangot is adott, és felszólította a várost, hogy aki egyetért ezzel, azok jöjjenek ki, ünnepeljünk együtt. Csak emlékeztetőül 1998. szeptember 29-én több mint 30 ezer ember volt kint. A akkori köztársasági elnök, köztársasági őrezredének a hivatalos mérése szerint több mint 35 ezer ember volt kint. Hihetetlen egyébként ez a dolog, és mindez főleg akkor hihetetlen, hogyha tudjuk azt, hogy az egész területre egyedül a köztársasági elnök autója hajtott be, az összes többi mindenki gyalog közelítette meg több kilométeren át ezt a területet. Egy szép ünnepség jött létre, és ez volt az az ünnepség, ahol az akkori honvédelmi vezetés is meggyőződött arról, hogyha ennyire él a nemzeti, tehát a népbe, hogyha úgy tetszik, a csata emléke és ennek az ügynek a tisztelete, akkor ezt meg kell menteni. És ekkor született döntés arra, hogy nem veszni kell hagyni, hanem elindítani. A baráti kör pedig akkor már 5 éves volt, és a baráti kör azt keresett egy olyan területet, ahol a legfőbb szövetségeseket, a családokat meg tudja szólítani. Azt láttuk az első öt év alatt, hogy a fiatalok, és tehát a legfontosabb a fiatalok nevelése, de a fiatalok nevelésében a legfontosabb faktor a szülő. És a szülő hogyan lehet őt egy ilyen témára rávenni? Hát most otthon a konyhaasztalnál kezd majd arról beszélgetni, hogy édes fiam, a legfontosabb a hazaszolgálata, és annál így kell, úgy kell, amúgy kell, és ott majd ő a konyhai szerszámokkal csatát fog játszani, vagy hogyan fogjuk ezt csinálni? Tehát rájöttünk arra, hogy kell egy szertár. Egy olyan szertár, ahol ténylegesen adja magát, és a szülő bármikor hozzá tud kapaszkodni, és ő semmi más nem kívánunk, mint elmondja az ő saját tapasztalatait. Itt egyetlen egy név nem hangzik el, egyetlen egy dologban nem kívánjuk előjelet adni. Egyet kívánunk azt, hogy szóljanak arról, hogyha a magyar haza az egy fontos ügy. Így kerek a történet, én azt gondolom, és folyamatosan, hiszen a tévében is mostanában látjuk, hogy újabbnál újabb fantasztikus történetek jelennek meg Pákozdon, és erről természetesen mi is beszámolunk. Úgyhogy én bizakodó vagyok, hogy ez továbbra is így lesz, nincs kétségem felőle, hiszen egy remek csapat gyűlt össze a vezetéseddel. És hát én még egyszer gratulálok minden székesfehérvári, minden Fejér megyei és minden olyan ember nevében, aki figyel arra, hogy a honvédség és a társadalom valódi közösséget alkothasson, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk, de én így szeretném elmondani azt, amit az ünnepségen is elmondtam. Hogy az, ami ott létrejött, az, hogy a Gyurica Béla megszólította Fehérvár polgárait, hogy ünnepeljünk együtt. Ezt követően mi a saját kis keretünkbe szólítottuk meg, jöjjön mindenki, aki segíteni akar, aki változtatni akar, aki lát ebben lehetőséget, azok társuljanak akár a baráti körhöz, akár a katonai emlékparkhoz, és hozzunk létre valamit. Ezt, amit létrehoztunk, ezt ítélték most ilyen magasra. Én ezt nagyon szépen köszönöm, hogy én szolgálhattam ezt az ügyet. De azért az, ami ott létrejött, még egyszer kis túlzás, azt, hogy ezt én hoztam létre. Nem én hoztam létre. Gyurica Béla újránymutatásának megfelelően nagyon-nagyon sokan, nagyon sok jó érzésű ember hozta létre. Köztük szerkesztő úr is, és köszönöm szépen a nézőknek is, és szerkesztőnek is azt a munkát, amit ez irányba végzett. Köszönjük szépen.
Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták vendégem, az idei Szent István emlékérem és díjat átvevő Görög István volt. Még egyszer gratulálunk, önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!